sziasztok! Kértétek, hogy egy pár ilyen kis csomagolási trükköt, illetve praktikát mutassak. Úgyhogy hát az első ilyen tanácsom, hogy kezdjétek el gyűjtögetni, főleg karácsony után majd, de karácsony közben is azért vannak jó kis lelőhelyek, ezt már ti is tudjátok, és nagyon jó árban lehet mindenfélét kapni. Hogyha te fantáziát látsz már benne ezek után, akkor nyugodtan vedd meg, és akkor jövőre már sokkal több lehetőséged lesz. Nekem van egy ilyen kis kutis doboztám, illetve hát a nagy része már itt van oldalt. És hát akkor mutatok egy pár ilyen csomagolást. Nagyon szeretek celofánba csomagolni, mert akkor látszik is, meg nem is, hogy mit kap az illető. Az első az egy ilyen doboz lesz, ami tele van igazából rakva. És mindjárt nézem is, hogy mekkora celofán kell neki. Elég is. Lehet, hogy majd mindjárt kicsit lejjebb fordítalak titeket, hát majd ne letédjetek meg. Terpeszítésbe csomagolok, úgy szerintem sokan vagyunk így ezzel. Na, próbálom így, hogy lássátok a lényeget, ugye itt van levágva a cellofánunk. Én szoktam mindenféle ilyen kis, hát nem tudom, ilyen kis szálat belerakni, mert nagyon jól mutat. Most el kell döntenem. Szerintem mivel lesz fehér, ezért ilyen kék színű szálat fogok hozzárakni. Egyébként ezt valaha a Pepkóba vettem, ilyen filléres tételért, pár száz forintért sokféle szín és sokféle ilyen zacskó volt benne. Ahogy láttátok, csak ide szórtam egy kicsit a cellofánra. És akkor jönnek a lehetőségek. Ez is Pepkós, ilyen mindenféle kis színes glitter van benne, az is nagyon jól mutat. Ezt is elég egyszer megvenni, én ezt 2 éve vettem 750 forintért, és látjátok, hogy milyen sok van még benne. Nem keresgélek tovább, hanem megpróbálom ebből megoldani. Fogok kívánni kis fehér. Tetszik, akkor természetesen belerakhat, hogy így vegyesen is. Nagyon szeretem így. Vannak ilyen nagyon színes csomagok, amikor igazából mindegy, hogy így kiválogatod, mert hogy annyira színes maga a csomag is, hogy akkor jól mutat mellette. De most én csak ezt a két fehéret szeretném. Elég lesz. És ahogy itt látjátok, hogy ide dobáltam már, lehet mindjárt hátré megyek, és behúzom, hogy ugye ide dobáltam, ide így rá fogom tenni, és egy picit lejjebb húzom. És akkor azt szoktam megcsinálni, hogy nem ásszon el, és jobban meg lehessen húzni, hogy a termékhez is egyébként csomagolni szeretnék. Ez is oda ragasztom, mert tépjen el, hogy könnyebb legyen majd. Úgy látom, hogy elég hosszú lett itt a
legegyszerűbb csomagolni. Nagyon jó alakja van, és akkor így már fel tudjuk állítani a kis csomagunkat. Ugye látjátok, hogy itt van egy kis bohókás előzménye ott, és még azt is lehet, hogy ez kék-fehér. Ezt is valamikor a Pepco-ba vettem, hűségen. Már az ár nincs is rajta, hogy ezeket majd a végén ráragasszuk. És akkor én úgy szoktam, az a legegyszerűbb, hogy vannak, tudjátok, ezek a szalagok. Hogyha megkötitek, akkor soha nem úgy kössétek meg, mert úgy csúnya. Egyből itt a tetejénél, hanem mindig hagyjatok neki egy kis lógós részt, egy kis háromszöget, egy kis betűt, még ilyenkor el lehet helyezgetni, és akkor megfőzzük. És itt félbe is fogjuk hagyni, így. Láttátok, hogy így húztam el. És akkor most jön a trükk része. Ezt a szalagot fogom választani. És akkor beszéltünk róla, hogy hogy lehet nagyon egyszerűen masnit kötni. Remélem, hogy figyeltétek a mozdulatot, hogy így egymásra kimérem, hogy körülbelül ekkora masnit szeretnék majd. És így akkor le is vágom. Ez a masninak a titka, hogy egy ilyet kapjatok, hogy egymáson legyen a színe. És ezt ide középre be kell hajtani. Hogyha behajtok meg középre, akkor így néz ki egyenlőre. És így, ahogy volt felén, ide helyezem, és szépen ide kötöm. Még egyszer meghúzzuk, hogy csomó legyen rajta, és hogy már ne függőlegesen legyen. És akkor ebben a fázisban, ahogy most látjátok, én akkor szoktam meghúzni ezt a szalagot. Ugye a mat részét, hogyha így ollóval végig húzzátok, akkor fel fog pöndörögni. Így, hogy felpöndörögik, azt lehet csinálni, hogy ugye, mivel ebbe fém van, ezért meg lehet igazítani a kis masninkat, és úgy fog állni, ahogy szeretnénk ezt a részét egy kicsit kigömbölyítjük. Célszerű olyat választani, amiben és akkor én most látjátok, szerintem tök helyes, viszont nekem nem tetszik, hogy ez itt ilyen hosszú, úgyhogy ezt már rátok bűzva, valahol le kell várni, és akkor készen is van. Jó? Egy csomag kész. Remélem, hogy tud segíteni nektek. Ugye ugyanez bármilyen alakú csomaggal meg tudjátok ismételni, illetve ez például szaténszalag, azzal is lehet. És akkor visszatérve még egy picit ide ehhez a dobozkánkhoz, hát hogy ne legyen annyira csupasz. Még egy kis kedvességet tettek ide, így, meg egy másikat. És akkor így már is fel van dobva egy picikét. Jó túlzásban nem kell esni, így egy nagyon szép kis szolid verzió lett. Mutatok egy másikat. Arra ez is elég szerintem.
elég lehet rá, nem mert nagyon rosszul van levágva, jó? Vagy mivel tudom, hogy a nagyi úgyse nézi, csináltam most a nagyinak a kis kedvencével egy ilyen kis szívecskés díszt a fára, és egy ilyen kis kedves emlék maradjon neki. Tasakot fogunk készíteni, mert erre nem kell sok, így el is vágunk. Természetesen, hogyha ti nem szeretnétek ilyen celofánba csomagolni, akkor azt is nem azt is. Ennél szerintem még jobban fog érvényesülni a celofán. Ebben nem is szeretnék így most tenni semmit. Ez egy bol volt a Pepco-ba, úgyhogy azért mondom, hogy bármiből isletet lehet meríteni, ami nektek szimpatikus, amit úgy gondoltok, hogy fel tudtok használni. Kicsit én ezt lejjebb szeretném. Így, jó. Kicsit följebb hoztam ezt a kis. És a nagyi kapna egy ilyen szép, ez különben elég is lesz oda, mindjárt megnézem, ugye ezzel mérem ki, picike masnit fog most kapni, látjátok, hogy akkor mindig csak kurkozni kell, ennyi kimaradt, csak ráhajtom, itt még azért megigazítom. És akkor mivel láttátok, hogy ebbe is fémszál van, csak így megigazítom. Kicsit kiporolom itt ezt a részt, hogy pupos legyen, én úgy szeretem. És már is van egy kis helyes masni. Jó, úgyhogy igazából ennyi lenne a masni gyártás. Mindjárt megmutatom nektek még egyszer, hogy ugyanezt így szaténszalaggal is meg lehet csinálni. Remélem, hogy jól látszik. Ennyi az egész. Úgy ki kell mérni így, egymással kell rakni. Ugyan körülbelül mekkora masnit szeretnénk. Thank you.
csak így egymásra kell rakni, ugye ezt a közepét ide benyomni, ő egy picit máshogy fog viselkedni. Hogyha még nem vagy benne biztos, akkor nyugodtan ugye a földön, az asztalon is ugyanúgy gyakorolhatsz, nem kell egyből a csomagon. Nekem is most ez szétcsúszott. Jó, és akkor eldöntheted igazából, hogy rakod fel, meg hogyha már meg van húzva, akkor pedig ugye tudsz vele játszani, hogy nézzen ki. Még azt lehet, hogy ezeknél a szatén szalagoknál így félbehajtod, és csak így levágsz egy kis háromszöget a végén. És akkor nagyon kis helyes vége lesz. Itt is, hogyha már belevágtam. Levágjuk a kis háromszöget. És akkor így néz ki a masnink. Ha nem tökéletes, de hogyha fönt lenne egy csomagon, akkor úgy jól mutat. Ami még ilyen nagyon kis praktikus, én most vettem ilyeneket, van ez a vastagabb szál, ebből a szalag, ebből még szebb masnikat lehet csinálni, és nekem most az idén nagyon-nagyon tetszenek, nagyon sok van, ezek ilyen 3x5 méterben lehet kapni, tehát 3 ilyen csík van, 5 méteresek, és sima kis anyag, mind a két oldala ugyanolyan, úgyhogy elrontani sem lehet, és ez is abból a verzióban van. Lehet nyugodtan ilyen hosszabb szárat hagyni neki, és rövidebb kis masnit, tehát ezt a tetejét, és nagyon kis helyes lesz úgy is a csomag. Jó, remélem, hogy tudtam segíteni. Azért mondtam, hogy masnit kötni mindenki tud, az a világ legegyszerűbb dolga, legalábbis szerintem. Főleg így, hogyha valaki egyszer megmutatta. Úgyhogy még egyszer megmutatom itt a vastag szállal, hogy lássátok, hogy abból is nagyon szépet lehet. És hogy nem kell belőle olyan túl nagy. Szerintem ez elég is lesz. Mindjárt nézek hozzá. Egy szalagot. Középen pedig meg kell kötni. Bocsánat, ezt nem tudom a levegőbe, úgyhogy ahhoz muszáj itt. Így van. Így néz ki a kis masnink jelenleg. Ugye ennek is van matrica, úgyhogy azt meghúzom. Döntet.
zavartatokat, akkor lehet hátul is. És akkor ennyi. Úgyhogy már nem is kell boltba venni ezeket a masnikat, én mindig azt hittem, hogy ez ilyen nagyon-nagyon bonyolult. De hogyha kevés szalagod van, ennyit vágtam le, annyit fogok csinálni, hogy csak megkötöm középen. Na. Ugye annyi történt, itt vagyunk a csomagon, hogy megkötöttem középen. Ugye az előbb már láttátok, hogy ebbe fém szál van, alul fölül, és akkor így szépen ki lehet egyengetni, és a csomagon egyébként baromi jól fog kinézni. Vissza van, mivel mutatom, csak nekem is látnom kell, hogy jó legyen, mert akkor is sima ilyen kis masnit tudtok lecsinálni, csak visszahajtottam a végeit. Jó, úgyhogy ez is egy ilyen kis plusz ötlet. Hogy nézzétek meg, hogy szerintem nem tűnik föl, hogy csaltam vele, hiszen már kevés volt mondjuk az adott szalagból, így is nagyon jól néz ki. Majd ide kirakom, megméred, hogy így benne legyen, illetve ide rakod, és hogy így benne legyen. És akkor azt lehet csinálni. Nagyon helyes lesz ez is. Muszáj elfordítanom már nekem, hogy esik kézre. Így. Jó, hova raktam? Ide raktam. Jó. Egy kicsit. Levágott belőle. És akkor ez így azért nagyon helyes, mert ilyen kis zsebek jöttek rajta itt. És akkor például itt a jó, úgyhogy ez is egy ilyen kis verzió, nagyon kis helyes, azt dobtok oda, amit akartok. Úgyhogy ennyi lett volna. Sziasztok!